Jó napot kívánok! Üdvözlöm, 3500. Hogy vagyunk? 4000. Köszönöm, rosszul, de tessék mondani, mi az a 4000? Forint. Az egészségügyi szolgáltatás díja. Tudja, én a félreértések elkerülése érdekében mindig közlöm a kedves pacienssel, hogy milyen összegnél tartunk. Tetszik érteni, 4500? De azt hiszem, hogy... Elmondja még egyszer? Isten, ments! Kérem, parancsoljon, helyet foglalni, 5000. És ha állva maradok? Már késő. Jaj! Most hát ezt a jajt, ezt már számolhatom panaszként? Nem, dehogy. Na, tehát mi a panasza, 5500? Hát de ki? Na, meddig várjak, 6000? Ne, hát mindjárt mondom, doktor úr. Főorvos vagyok, ez grátis. Igen. Drága főorvos úr, nagyon fáj a... Illetve... Na. Jó, hát kicsit fáj a... Éppen csak, hogy érzem a... A. Tessék mondani, hát mim fájhat 2000 forintig? Hát kérem, belső szervi és ízület a szóba sem jöhet. Akkor a karom fáj. Igen. Igen, az alkarom. Biztosan megerőltettem. Mutassa, 6500. Biztosan megerőltette, 8000. De hogy kizárjuk a komplikációkat, kell egy röntgen felvétel is. Ne, drága professzor úr, 3 kiskorú gyermekem van, a feleségem munkanélküli. Kérem, a röntgen ingyen van, az önkormányzat jóvoltából. Csak a ruhatárért kell fizetni 1000-est. Ne, inkább ne, Na pillanat, felírok valami fájdalom. Csillapítót, 8... Ne, kérjön, ne. Ahogy tetszik gondolni, nálam a beteg óhaj a parancs, 8500. Ez a végösszeg? Ne, dehogy, kérem, egy pillanat, rögtön átszámolom. Ne, tessék, itt van 10000, tessék, nem kérek számlát, és nem is láttuk egymást, jó? Ne szóljon semmit, ne köszönjön, ne kívánjon jobbulást, ne mosolyogjon. Állj, és a kontroll? Jaj, ne könyörgöm azt. Kérem, az előírás muszáj megcsinálni. Nincs! Értse meg, nincs. Tudja mit? Beküldöm a feleségem, fiatal, csinos, biztosan megtetszenek egyezni. Egészséges? Igen, persze egészséges, és vonzó. Rendben. Tessék egy boríték. Hát az minek? Na? Ja, hogy a hálapénz is. Na jó, tessék, köszönöm. De pillanat, még 350. Miért? A boríték.